Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, Tokics Péter vagyok. Önök a hetednapi adventista egyház, Gyere, ahogy vagy című műsorát látják. Köszöntöm stúdiónkban Ócsai Tamást, az adventista egyház elnökét. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek. Néhány héttel ezelőtt volt egy témánk a Föld napja. És akkor egy kicsit a környezetvédelemről beszéltünk, illetve mi a feladata a kereszténynek ezekkel a dolgokkal kapcsolatosan. Most egy picit hasonló a témánk. Néhány nappal ezelőtt, június 18-án az Adventista Egyház globálisan, világszerte a menekültekről emlékezett egy kicsit meg. Mit lehet erről tudni, Tamás? Igen, a menekült kérdés az nem csak az egész világot, de sokkal inkább mondhatom azt, hogy itt Magyarországon bennünket is érint, hiszen testközelből láttuk, akik Budapesten élnek, vagy éltek, vagy jártak tavaly szeptember környékén, azok fizikailag is érezték a helyzetet, és ennek át tudták érezni a súlyát is. Ennek azóta nyilván itt a városokban normalizálódott, és egészen más, de akkor is azért a hírek folyamatosan találkozunk ezzel a témával, és így újból és újból felvetődik a kérdés, hogy keresztény emberként, keresztény közösségekként, akár egyénenként, akár pedig közösségi szinten tudunk-e valamit tenni, illetve van-e felelősségünk a menekültekkel kapcsolatban. Így van, bár az elején azt hiszem, hogy jó, hogyha elmondjuk a kedves nézőknek, hogy nem szeretnénk semmilyen politikai kérdést, vagy politikai irányzatot megmondani, hogy mi merre menjen valaki, tehát ezt leszögeznénk az elején, hogy ezt nem szeretnénk semmit. Ez nagyon fontos, úgy gondolom, tehát mi nem politikai szempontból szeretnénk elemezni, vagy nem arról szeretnék beszélni. Mindenkinek meg lehet a magánvélemény ezekről a kérdésekről, de nem szeretnénk megmondani a kormányok felé, hogy mi a helyes lezárni a határokat, nem lezárni a határokat, ez helyes, helytelen ez a kérdés. Sokkal inkább az, hogy milyen módon tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a helyzet megoldódjon keresztény emberként, a keresztény felelősséget, vagy keresztény erkölcs oldaláról megközelítve ezt a kérdést. Akár itt Magyarországon, Budapesten, bárhol, vagy akár Európa másik országában. Európában, Egyesült Államokban, vagy a világ bármely pontján, ahol menekültek vannak, érdemes tudni, hogy nem csak Európát sújtja a menekültválság, hanem a világ számos más pontján is vannak. Menekültek néhány statisztika szerint több millió, sőt, ha jól tudom, közel 20 millió ember él menekültként vagy internálként ma a világon. Ezek egy jó része nem Európához, vagy nem Ázsiából, vagy Kis-Ázsiából menekülő emberek, hanem a világ más pontjain üldözik őket. Így van, és egy picit magyarázok is ezt meg, hogy miért indulnak el más országokba, vagy miért üldözik őket, vagy mivel küszködnek ezek az emberek. Én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy erről beszéljünk. Én tudom, hogy néhány statisztikával készültél, amiben sokszor az ember bele se gondol, legalábbis az az ember, akinek az élete kiegyensúlyozott, van minden nap víz a fürdőszobában, vagy a csapból jön a víz, és van kenyér az asztalon, és minden napi gondok vannak persze, de nem az élelemért. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és itt össze is tudjuk kapcsolni a múltkori beszélgetéssel ezt a témát, hiszen akkor a környezetvédelemről beszélgettünk, ahogy említetted is, és nemrégiben voltam egy konferencián, ahol arról volt szó, hogy van-e keresztény közösségeknek felelőssége a különböző természet pusztító, károsító folyamatokban, vagy azoknak a megakadályozásáért tehetnénk-e valamit. És ott elhangzott egy tudományos előadás keretében ezen a konferencián, hogy bizony nagyon-nagyon sokan a menekültek közül, óriási nagy százalékban környezeti hatások változása miatt, akár a globális felmelegedés és ennek a következménye hatására indul be a népvándorlás. Ugye, ha csak arra gondolunk azt, hogy nő az elsivatagosodott területeknek a mértéke számos helyen a világon, Afrikában, Közel-Keleten, és az emberek valahol próbálnak jobb megélhetési területeket találni. Nyilván faluhelyről, vidékről, nomád körülmények közül beköltöznek nagyvárosban. Nagyvárosban nincs megfelelő infrastruktúra.
ennél fogva egy társadalmi feszültség lép fel. Ennek a következménye a társadalmi feszültségnek, hogy háborúskodások törnek ki, akár polgárháború kitörhet. A másik nagyon fontos, amit érdemes gondolni, hogy a globalizáció hatása az is, hogy az emberek egyre többet tudnak a világ más pontján élő emberekről. Magyarul a fejlődő országokban levő emberek is a globalizáció segítségével, hatásaként egyre többet ismernek arról, hogy a világ fejlettebb országaiban hogyan élnek az emberek. És egy természetes vágy indul el bennük, hogy hát én miért ne élhetném? Miért ne élhetnék ugyanúgy, ahogy ők élnek? És ezután elindul egy folyamat, hogy akkor oda megyek én is, ahol jobb életet találni. Ugye ezt a politikában, ezt gazdasági bevándorlásnak, vagy gazdasági népvándorlásnak hívják ezt a fajta gondolkodást. Ha nem is értünk esetleg egyet, az, hogy jó dolog egy ilyen, bárki gondolhatja így, ugyanakkor nem vonhatjuk kétségbe az embereknek azt a jogát, hogy ő is szeretne jobban élni. Most a kérdés az, hogy van-e ebben valami felelősség egy keresztény embernek? És ha igen, akkor mi? Akkor mi, és akkor hogyan mi? Tudunk ellene valamit tenni? Ez egy érdekes dolog, mert számunkra, különösen azokban az országokban, ahol azért meglehetősen kényelmes körülmények között beszélgetünk, most például itt ebben a stúdióban egy nagyon kellemes klímában tudunk beszélgetni, annak ellenére, hogy világítanak a lámpák, és azok azért melegítenek, de előtte egy klímával le tudtuk hűteni. Igen. Ez kint tombol a hőség, de a világ számos pontján ilyenre nincs lehetőség. Nemrégiben Amerikában voltam egy nemzetközi hatalmas konferencián, több tízezer ember, közel 70 ezer ember egy hatalmas sportcsarnokban, és bizony bent fáztunk, úgyhogy kint közel 40 fokos hőség volt, és bent pedig fáztunk, és fel kellett öltözni, mert annyira lehűtik a levegőt. Hogyan Igen. gondolkozunk ez, Igen. egyáltalán ezekről a kérdésekről? Emberek szeretnének jobb életet élni, ezért elindulnak olyan helyekre, ahol szeretnének jó életet élni. Vagy éppen azért, mert már a élhetetlen körülmények között egy háború tör ki, vagy éppen egy társadalmi feszültség miatt egy háború tör ki, vallási feszültségek miatt törnek ki ezek a háborúk, és ezért elindulnak és jobb helyeket keresnek. Vagy egyáltalán egészségügyi problémákkal küszködnek, nincsenek szüleik a gyermekeknek, vagy egyéb olyan problémákkal voltak. Én azt hiszem, hogy volt néhány olyan statisztikád, amiről beszélgettünk itt az elején, még a műsoradás előtt, és megdöbbentő Igen. dolgok voltak. Hogyha 15 millió ember, gyermek például szülő nélkül kénytelen élni, azért, mert szülei meghaltak, azért, mert HIV-fertőzöttek voltak, hogy ícesek voltak a szülők. Több mint 2 millió gyermek hal meg évente, mert nem kap megfelelő védőoltásokat. Amikor gyerekekről hallunk statisztikai adatokat, akkor mindig összeszorul a szívünk. Még akkor is, hogyha távol van. De van egy érdekes másik jelenség is. Ha környezetünkben történik valami szörnyűség, és tétezzük, hogy nem gyermekekkel, mert a gyermekek azok mindig megindítóak, de nem gyermekekkel történik ez a szörnyűség, hanem felnőtt emberekkel. Ha valahol, valamelyik közeli városban történik egy ipari katasztrófa, vagy egy tömegbaleset, akkor azonnal mélyen megindít bennünket. És hogyha nap mint nap történnek ilyen esetek, akkor még inkább elszörnyűködünk, és egy idő után azon kezdünk el gondolkodni, ki a felelős érte. Miért nem tesznek a felelősök valamit, hogy megakadályozzák a következő ilyen esetet, ha nap mint nap ugyanolyan események történik. Mondjuk minden nap lezuhan egy repülőgép. Akkor azt mondják, hogy valamit kell tenni, vagy a repülőgép gyártója, vagy az üzemeltetője, vagy a pilóta, ki okozza, ki a felelős, miért. Igen. De hogyha ugyanennyi ember meghal, valahol nagyon távol a világban, ott, ahol semmi közünk úgymond hozzá, semmi kapcsolódási pont nincs, kit érdekel? Igen, mert a mai ember az valahogy úgy van, hogy látja a tévében ezeket a rossz híreket, hogy valakivel történt egy halálos robbantás, vagy meghaltak, akkor a másik pillanatban, amikor kimegy az utcára, és látja, hogy minden rendben van, és a minden megszokott élet az működik tovább, akkor valahogy olyan nem törődömmé válik az ember, mert azt mondja, hogy hát lehet, hogy valaki meghalt, de már megszoktuk. Tehát a hírekben megszoktuk, hogy olyan sok rossz történik. El is kapcsolunk, ha már mondjuk azt a sok rossz hírt. Igen. Igen, igen. És mi van akkor, hogyha ez olyan helyen történik, ahol engem érint, vagy veszélyezteti esetleg az én egzisztenciámat?
Abban a pillanatban, amikor történik valami szörnyűség, együttérzésünket mutatjuk ki, Facebookon megváltoztatjuk a profilképünket, és annak az országnak a zászlaját tesszük oda, ahol az a szörnyűség történik, nagyon helyesen kifejezzük az együttérzést. De hogyha Malaviban történik, vagy a világ bármely más távoli pontján, amivel nincsen olyan szoros kulturális kapcsolat, etnikai, vallási kapcsolat, vagy bármi, akkor egyszerűen érzéketlenül elmegyünk mellette. Na, ez az a pont, ahol azt mondom, hogy keresztény emberként ezt nem tehetjük meg. Mert hogyha hiszünk abban, hogy Isten minden embert egyformán szeret, és hiszünk abban, hogy Isten mindenkinek a teremtője, az egész világnak a teremtője, akkor arra kell gondolnunk, hogy Isten együttérzéssel tekint azokra az emberekre is, akik tőlünk távol vannak. Mi csak azért nem, mert ők az ő helyzetük, vagy az ő helyzetükben a drámai változás nem veszélyezteti az én helyzetemet, az én egzisztenciámat. Na, ez a fajta megkülönböztetés, ez a fajta különbségtétel, ez az, ami nem engedhető meg keresztény közösség számára, és itt van nekünk felelősségünk. Az elején azt kérdeztük, hogy mi a felelősségünk, ugye erre akkor most megválaszoltunk, hogy van felelősségünk, de valahogy a másik kérdés az, hogy mit tehetünk, hogy a felelősségünket aktívabbá tegyük, vagy mi is részesei legyünk. Hát nyilván azokat az embereket, akik egy robbantásban meghaltak, nem tudjuk feltámasztani. Tehát nyilván nem tehetünk. De mégis, ami kis egyszerű európai életünkben, Magyarországon, bárhol, mi mit tehetünk azért keresztényként, és itt nagyon kihangsúlyoznám a keresztényi hátteret, mit tehet a keresztény ember azért, hogy mégis ezek a dolgok, hát nem is azt mondom, hogy helyreálljanak, mert én azt hiszem, hogy Isten, az egy más kérdés lenne, tehát hogy mindenképpen beszélnünk kell itt arról, azt hiszem, hogy van egy világszemléletünk. Ugye adventista egyháznak van egy sajátos történelem szemlélete, ezt pedig úgy hívjuk, hogy nagy küzdelem szemlélet. Hiszünk abban, hogy Isten jónak teremtette a világot, és a bűn következményeképpen elromlott ez a világ, és azt is tudjuk, hogy ez magától nem fog helyrejönni. Az emberi erőfeszítések ezek nem segítenek, hanem rontanak a helyzeten. Egy külső beavatkozásra van szükség, Isten beavatkozására, Jézus Krisztus eljövetelére, akinek a megjelenése megoldást hoz ennek a világnak a problémára. Tehát globálisan és egy nagyon nagy perspektívába állítva ezt a történetet, ki kell mondjuk, hogy az ember önmagában nem tudja megoldani. De ez nem jelenti azt, hogy akkor tegyük karba a kezünket, dőljünk hátra, és akkor nem teszünk semmit, sőt, még tovább rontjuk a helyzetet, mert az egyéni felelősségünk ugyanúgy fennáll. Hogyha most még nem érkezünk el az egyes emberekhez, hanem még a nagy képből szűkítjük, és mondjuk a társadalmi jelenségeket vizsgáljuk, akkor ha azt mondjuk, hogy a globális fegyverkezésnek a költségeinek csak az 1%-át fordítaná a világ humanitárius célokra, a legtöbb nagyon komoly problémát meg tudnánk oldani. Ha csak azt az élelmiszert, amit kidobunk, azért, mert lejár, vagy hamarosan lejár az élelmiszer, csak azért, mert esetleg túl sokat vásároltunk, és hát mégse volt rá szükség. És ezért, hát most mit csináljunk? Hát most már romlottat csak nem eszünk meg, még vagy már eldobjuk, amikor még nem romlott el, vagy megvárjuk, amíg megpenészedik a hűtőbe, és akkor dobjuk el. Ha erre egy kicsit odafigyelne az ember, a társadalom, és ebben az egyes emberek, akkor óriási dolgokat tudnánk tenni. Igen, én azt hiszem, hogy nagyon nagy esetben van az, hogy az ember bevásárol, és nagyon sokszor ezek az ételek megromlanak. Én most nyilván magamba belegondolok, hogy magamra gondolok, hogy hányszor van az, hogy hopp, akkor ez már nincs, nem felhasználható. Ha azt arra odafigyelnénk, és azt az összeget esetleg nem a kukának szánnánk, hanem odafigyelnénk céltudatosan ezekre a kiadásokra, akkor lehet, hogy tudnánk mi is egy picit tenni ezért. Van egy ismerősöm, aki nem hagyja, hogy bármilyen étel nála a kukába landoljon. Tehát, hogyha ha félig penészes, akkor gyorsan levágja, megeszi, tehát, hogy ő nagyon-nagyon figyel erre, és nagy a kontraszt. Már nagyon ritka. Érdemes megbecsülni az én ismerőst, tehát, hogyha visszaemlékszünk régi időkre, gyerekkoromra, vagy még a szüleimnek az idejére, különösen vidéken, de még városban is olyan, hogy a
egy kenyeret eldobni, az a legnagyobb szentségtörésnek igen. számított, hiszen a kenyér az az élet. Igen. Tehát azt egy kicsit igen. ilyen szent dolognak igen. tekintették a kenyeret, és tehát az, hogy kidobni ételt, az valami borzasztó szörnyű dolognak tűnt. De nem csak élelmiszerre gondolok. Ha arra gondolunk, hogy ott vannak a technikai eszközeink, ma már 2-3 év után ócska az a mobiltelefon, már elavult, már nem olyan gyors az operációs rendszere, már kijött a legújabb modell, ami dizájnosabb, csillivillibb, nagyobb, erősebb a processzora, nagyobb a felbontása a kamerájának. Igen. És folyamatosan cseréljük, és azt mondjuk, hogy mi lenne, ha arra gondolnánk, hogy használjuk addig, amíg működik. Igen. És csak utána. Tehát ezekkel a dolgokkal hihetetlen módon tudnánk egy kicsit felelősséget vállalni. Ez egyrészt környezetvédelmi szempontból igen. is, de hogyha erre fordított összeget, vagy kidobott összeget, ami a fogyasztói társadalomnak a gondolkodása mindig arra vesz, hogy nem baj, ha nincsen szükséged, vedd meg. Igen. Csak azért, mert megérdemled, csak azért, mert jó, csak azért, mert a másiknak jobb van, ezért te is vegyél egyet, igen. nehogy már lemaradjál. Tehát ha ezen a gondolkodáson tudnánk felelősséggel gondolni, hogy a másikra, hogy mi a helyzet a világ más tájain, nyilván lehet országon belül is, tehát egy társadalmon belül is ezeken segíteni. Itt is van migráció, hiszen ha belegondolunk abba, hogy vannak az országnak olyan területei, ahol nehezebb munkakörülmények vannak, kénytelen elköltözni, vagy ingázni, vagy igen. határon túlra menni azért, hogy jobb munkakörülményeket. Ez mind-mind az emberi önzés miatt alakul ki, igen. ha az ember oda tud figyelni ezekre a kérdésekre. Érdekes, hogy a Biblia azért nagyon fontos felelősséget állít elénk. Amikor Máté Evangélium a 25. fejezetében azt mondja Jézus, hogy mert éhes voltam, ennem adtatok. Szomjas voltam, innom adtatok, mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, meglátogattatok. Azt mondjuk, hogy ez még rendben is van. Megy tovább azért Jézus, és azt mondja, hogy jövevény voltam, menekült, igen. befogadtatok. Itt már elkezdjük vakarni a fejünket, hogy hát na jó, de nem fogja ez zavarni az igen. én egzisztenciámat. És amikor még tovább megy Jézus, azt mondja, hogy fogoly voltam, hát az azt jelenti, hogy börtönben igen, voltam. Igen. Na jó, de miért voltál börtönben? Uh-huh. Esetleg mi volt az a bűncselekmény, amit elkövettél? Megint jönnek a kérdések. Előítéletek. Igen. Nyilván nem azt jelenti, hogy most akkor bárki, aki a börtönből jön, akkor nekünk be kell fogadnunk. Tehát nem erről beszél Jézus, igen. hanem erről a felelősségvállaló, a másikra való odafigyelésről. És itt van egy nagyon nagy felelőssége szerintem a keresztény közösségeknek. Tudnak hatni akár a politikára is. Hogy nem feltétlen az a megoldás, hogy ide jöjjön mindenki, aki rossz helyzete van a saját országában, mert akkor előbb-utóbb itt is rossz helyzet lesz. Hanem innen tudunk-e segíteni, hogy ott, ahol most rossz helyzet van, a mi emberi önzésünk következményeként. Nagyon sokszor az európai hatalmak beavatkozása miatt lettek ott olyan, a környezeti kincsek kizsákmányolása miatt, a társadalmi igazságtalanságok mesterséges megváltoztatása miatt alakultak ki ott azokban az országokban a helyzetek. Tehát mi nyugati társadalmak alakítottuk olyanná, amilyen most, és ennek isszuk a levét. Tehát hogyha abban tudnánk segíteni, hogy ott helyreálljanak dolgok, ebben akár az ADRA segítség, az Adventista Egyház szeretett szolgálata, segélyszolgálata segítségével, ténylegesen, tevőlegesen is tudnánk ebben segíteni, illetve az, hogy nyomást gyakorlunk politikai hatalmakra, kereszténység azért egy hatalmas tömb ezen a világon. Így van, tehát végül is a beszélgetés vége felé összegezhetnénk egy olyan formába, hogy a keresztények szeretnének, az adventisták szeretnének egy szemüveget adni, egy virtuális szemüveget, ami talán a Biblia segítségét is kéri, hogy lássuk meg azt, hogy hogyan tudunk, és hol tudunk segíteni. Lássunk Isten szemével. Így van, pontosan, lássuk meg Isten szemével, hogy milyen ez az élet is. A végén még egy érdekes történetet hadd mondjak el, egy ilyen kis beszélgetésszerű, hogy az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy néha szeretném megkérdezni Istent, hogy miért engedi meg azt, hogy ilyen sok szörnyűség van ezen a világon, ilyen sok éhezés, betegség és nélkülözés van ezen a világon. És akkor a másik azt mondja, és miért nem kérdezed meg Istent? És a válasz erre az, hogy azért, mert félek, hogy visszakérdez, hogy miért engeded meg. Te miért engeded meg? Mi miért engedjük meg? Nem Isten a felelős,
Igen. Mi miért engedjük meg, hogy miért nézzük el azt, hogy a környezetünkben ennyi igazságtalanság van, mert ez az a keresztény embernek a felelőssége. És itt jön be a felelősség, és a felelősségen túl mit tegyünk, mit csináljunk, vegyük fel azt a virtuális szemüveget, amit a keresztények a Biblián keresztül, Isten szemében keresztül próbálják látni a világot. Én azt hiszem, hogy ez itt a felelősségünk, és ezt tudjuk mindannyian megtenni. Így van. Olcsai Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és most tudtunk beszélgetni. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézők, egy áhítattal búcsúzunk Önöktől a megszokott módon. Viszontlátásra! Mostanában mindenkit foglalkoztat a menekült válság, a menekült kérdés, ami érthető is, hiszen fontos ez a kérdés. Foglalkoztatja a döntéshozókat, rajtuk komoly felelősség nyugszik, hogy megoldást találjanak erre a kérdésre, de foglalkoztatja a közvéleményt is, mindnyájunkat érint. Embertömegek indultak meg Európa felé egy jobb élet reményében, de vannak, akiket nem a jobb élet reménye mozgat önmagában, hanem szó szerint az életüket mentik háborús övezetekből. Viszont érdekes az náluk is megfigyelhető, hogy nem állnak meg az első vagy a második biztonságos országban. Ők is oda törekszenek eljutni, ahol úgy tudják, hogy a legjobban lehet élni. Ez az a folyamat, aminek a részesei vagyunk, és amit erősítenek az olyan meghívások is, mint a német kancellárasszonynak a hívás, hogy jöjjenek, akik úgy érzik, és nincs felső határa befogadásra. Miközben átélői vagyunk ennek a folyamatnak, és a befogadó oldaláról szemléljük, talán eszünkben sem jut, hogy valahol mi is menekültek vagyunk, a Biblia legalábbis ezt mondja. Azt mondja, hogy jövevények és vándorok vagyunk ezen a földön. Itt nem tud igazi megoldás születni a mi problémáinkra, mi is valahol háborús övezetben érünk. Elég, ha arra gondolunk, hogy néhány évtizeddel ezelőtt a mi országunk, sőt az egész kontinens romokban állt, egy olyan háború miatt, amit magunk csináltunk magunknak. Nem olyan távoli tehát ez a párhuzam és ez a hasonlat, hogy nekünk is szükségünk van menekülésre, kiútra, megoldásra, csak miközben az e földi megoldás olyan kézenfekvő a most menekülőknek, akik jönnek Európa felé, hogy itt biztonságot találnak, itt megélhetést találnak, jobb életszínvonalat találnak, nagyon sok embertársunk tudatában nincs jelen az, hogy van egy megoldás a világ egészének a problémáira is. A Biblia azt mondja, hogy ez nem más, mint az Isten országa, amit minden embernek célba kellene vennie. Az Isten országára nézve is hangzott ugyanolyan felhívás, mint a német kancellárasszonyé, hogy nincs felső határ, mindenkit várnak, mindenkit befogadnak, csak hát erről tudni kéne és oda el kéne jutni. Azt olvassuk az evangéliumokban, hogy Isten elküldte az ő fiát azért, hogy ezt a meghívást átadja. Jézus eljött, tanított, a hegyi beszéd az arról szólt, hogy milyen lesz az ország, hogy minél többen vágyjanak oda menni, induljanak el ezen az úton, nyilván átvitt értelemben nem fizikailag kell itt elindulni, és arra szeretne ösztönözni bennünket, hogy tegyük magunkévá ezt a felhívást, tegyük magunkévá ezt a lehetőséget. Ahogy mondtam, itt sincs felső határ, nincs kvóta, de van egy kívánalom, és ez tanulságos lehet most az akut eföldi problémákra, a menekült válságra nézve is. Isten mindazokat hívja, akik szeretnének másként élni, akik egy olyan eszményi országban szeretnének élni, mint amit Jézus leírt nekünk a hegyi beszédben, ahol minden jó lesz, az együttérés boldog lesz és örömteli, Istennel lehetünk. És azt mondta, hogy mindenkit várnak, nincsenek kvóták, nincsen létszámfelettiség, ellenben van egy kívánalom, aminek mindenkinek meg kell felelnie. Ez pedig az, hogy tegyen magáévá annak az országnak az elveit, a normáit, a törvényeit, a gyakorlatát, a hétköznapok megélését, ahova annyira vágyik. Ez nem arról szól, hogy a többiek legyenek jók, én pedig olyan maradok, amilyen vagyok. Oda azokat várják, akik hajlandóak belátni azt, hogy változásra van szükségük, nem csak a körülményeknek, hanem nekik is, és akik nem csak elvenni akarnak majd annak az országnak a javaiból, hanem hozzá is akarnak tenni. Azt hiszem, hogy könnyű belátni, hogyha úgy akarnánk élni e földről, ebből a világból elmenekülve, hogy itt éltünk, akkor újra létrehoznánk ugyanazt a problémát, amiről menekülünk. Én személy szerint egy kicsit ezt a veszélyt érzem egyébként a mostani menekült kérdésben is, hogyha valaki úgy jön Európába, hogy nem akar európai módon élni, hanem a saját normáit hozza ide magával, ezek a normák már bizonyították, hogy mit eredményeznek ott abban az országban, ahonnan jöttek, ahonnan indultak.
Az Isten megoldásából tanulhatnánk mi is. Ő azt mondja, hogy itt ebben a földi életben kell bebizonyítanunk azt, hogy tudunk és akarunk másként élni. Azt mondja, mindenkit vár, de hogy oda kik mehetnek be, az az alapján lesz eldöntve, hogy ebben az életben bebizonyítjuk-e azt, hogy mi magunkévá tettük annak az eljövendő országnak az elveit, a normáit, a törvényeit. Hogy nem csak egy eszményi közegben szeretnénk élni, hanem pontosan úgy szeretnénk élni, hogy ott élnek már most is a mennyben lények, és hogyha erre készek vagyunk, akkor bennünket is várnak. Ez az Isten megoldásának a lényege tehát, hogy előbb a változás, az alkalmassá válás, és ez követheti a belépés abba az országba.